Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Café. Heti vendégünk a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség két tagja, elnöke és kreatív menedzsere, Dene Tibor, illetve Németh Kornél. Szervusztok, köszöntelek itt benneteket. A harmadik adáshoz érkeztünk, az előző kettőben jobbára a velocipédről, illetve az idei esztendő programjairól beszélgettünk. Ugyan régebben már volt a szövetség vendég itt a kaféban, de hát ha valaki akkor nem látta, beszéljünk a hat esztendőről, a kezdetektől a mostanáig eltelt időszakról. Hát nem is velocipéddel kezdődött, hanem egy milyen bringával és egy milyen rendezvényen? Egy sörfesztivállal kezdődött, méghozzá a második kajzsai sörfesztivállal kezdődött, aminek az érdekesség az volt, hogy előtte egy hónappal találtunk egy régi kerékpárt, egy gazellét igazából a ipari parkba, és úgy hirtelen ötletből megfogalmazva, mi lenne, ha történne valami, kitekerünk a Kajzsai Sörfesztiválra. Na most ezt nagyon sok poénos, mindenfajta történet követte, hogy hát, hogyan mernénk kimenni, hogyan menjünk ki, végén fogadtunk egy karton pezsgőbe. Tehát szó a végén az történt, hogy kimentünk öten. Ezt mi ötös fogatnak hívjuk, ezt az első ötös fogatot, csak fogadásból, és hát olyan örömöt és olyan megbecsülést kaptunk az emberektől, odajöttek hozzánk, nyilván akkor meg volt már az ötlet is tulajdonképpen a régi kerékpárhoz, és ezt kellett tovább vinnünk. Ez volt az a lökés, amin azt mondtuk, hogy a poén eddig tartott, most hogyan tovább. Csináltunk egy jó poént, vagy pedig ez elindított valamit bennünk. És azt mondta a csapat, tagok az öt főshöz jöttek akkor érdeklődők, hogy figyelj, szuper volt, hibátlan, de jó néztetek ki, stb. Hogy ezt vigyük tovább. És ebből alakultunk ki, ebből jöttek a létszámépítéstől kezdve, a velocipéd gyártásoktól kezdve, így telett a hat évünk. Most mennyien vagytok? Hát 29-en vagyunk, és igazából, hogy tehát amikor volt ez a sörfesztivál, akkor után mentünk ki, utána hirtelen lettünk 12-en, és onnan a 12 főből kezdtünk el egyesével, kettesével építkezni, és pontosan beszélgettük a srácokkal, meg a hölgytagjainkkal, hogy minket kívülről nézve egy zárt és baráti közösségnek titulálhatnak emberek bennünket. Mondjuk olyan az arcok jelennek meg, és voltak próbálkozások, ami nem ment tovább a próbálkozásnál. Tehát hogyan tudnánk mi igazából létszámot bővíteni, létszámot építeni, hogyan lehetne azt elérni, hogy oda jöjjenek hozzánk. Figyelj öreg, ez nagyon teljesen jó, mi szeretnénk, mikor van a rendezvény, szeretnénk elmenni, van egy régi kerékpárunk. Tehát próbálnánk nyitni kifele, próbálnánk embereket megszólítani, és hogy csatlakozzanak hozzánk, de lehetséges, hogy ez a zárt csoport, ez a zárt kivitel, amit mi tulajdonképpen nyújtunk egyben megjelenésre, meg a többibe, ez kicsikét visszafogja azokat az embereket, akik ezt a történelmiséget szeretnék esetlegesen ők is megvalósítani, vagy művelni. Vagy talán attól félnek, hogy túl sok áldozatot követel, mert azért 30 hétvégéteket elviszi. Csak az, hogy máshogy szerepeltek, és akkor hol vannak még az egyéb összejöveteleitek, illetve a foglalkozás a kerékpárokkal, vagy az öltözet összegyűjtése, annak elkészítetése, esetleg karbantartása. Mikortól jött az, hogy már korhű ruhákban öltöztök? Hogy jöttek egyre inkább a polgári kavalkád, amikor vannak itt a városban különféle rendezvények, akkor ugye a polgári kavalkádokon sokszor a bázist ti adjátok. Kerékpárok, korhű ruhák. Igen, ahogy elhangzott ez a szerveződés, az első időszakban, az első fél év egyébben nem volt annyira tudatos. Csak sodortak. Mókának. Sodortak az események, ez egy jó sztori, csináljuk meg. Utána viszont jöttek olyan döntési helyzetek, ahol el kellett dönteni, hogy most erre megyünk, vagy amarra. Tehát mérföldkövek, amik azt gondolom, hogy meghatározták azt, hogy hova jutottunk az első évtől a hatodikig. Ilyen mérföldkő volt az, amikor bebizonyosodott, hogy ez érdekes, és érdekli az embereket. És jött egy-két meghívás, hogy felmerült a kérdés, oké, de hogy megyünk el oda? Hogy visszük el a kerékpárokat? Mert az, hogy mi
8-10 kocsival elmegyünk, oké, de hogy kerülnek oda a kerékpárok? Tehát meg kellett oldani a kerékpárszállítást, meg kellett oldani azt, hogy rögtön láttuk, ha nem egységesen jelenünk meg, nem tudják beazonosítani, hogy ez a 14 fő helyez a társasághoz tartozik, akkor eltűnünk a tömegbe. Hiába van ilyen-olyan kerékpárunk, akkor is azt gondolják, hogy valaki kedvetelésből kijött. Tehát a második talán ez az egységes megjelenés. Illetve ilyen mérföldkövek a külföldi meghívások, ami már említésre került, egy ausztriai vagy egy szlovéniai, de ugyanide sorolható az, amikor a horvátországi Kaproncán meghívtak egy ilyen oldtimer éves közgyűlésre minket. Nem tudtuk, hogy igazából ott mi vár ránk, láttak minket, szerettek volna megismerni. Elmentünk, azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen kis társaságban lezajló baráti beszélgetés lesz. És bementünk a terembe, és nagyjából 120-an voltak benne, akik az ottani oldtimer szövetségnek a tagjai, és mi végighallgattuk az ő előző évi beszámolójukat és jövő évi tervüket, és megkértek minket is, hogy mutatkozzunk be, megkértük a legjobb emberünket, hogy akkor 10 percben ezt tegye meg. Tolmács segítségével, és ott láttuk, hogy hoppá, ezt lehet így is csinálni. Tehát ez is olyan mérföldkő volt, ami újra gondolásra késztetett minket egy-két dolog kapcsán. Hogy akkor na most előre és komolyabban. Így van, igen, igen. Megfertőzött benneteket rendesen ez a... Talán nem is a kerékpár szeretete, mert bizonyára az is, hanem az az életforma, ami ezzel jár. Így van, illetve maga a hangulata a történetnek. Itt elhangzott, hogy 25-30 hétvége erre elmegy, viszont értelemszerűen mindenki nem tudott lenni minden hétvégén. Tehát szabadidő függvényében, illetve a programok függvényébe szervezzük össze, hogy ki hova fog menni. Igyekszünk mindenhol minél nagyobb létszámba megjelenni, de természetesen ez változó, hogy épp 6 és 20 között hogy tudunk részt venni ezeken az eseményeken. Átlagban 12 fővel szoktunk tulajdonképpen részt venni, mert ugye van egy kerékpárszállító autónk, ahol egy elég érdekes, tehát arról is lehetne mesélni órákat, mert egy külön sírrendszer van kialakítva benne, amit tulajdonképpen a velocipédeket tartja, és van egy személyszállítónk is, ilyen 12 fővel szoktunk általában részt venni. Ha többen megyünk olyan rendezvényen, akkor ugye jönnek személyautókkal a tagok, a többiek. Hát ezzel közel 22 kerékpárt lehet betenni ebbe a kerékpárszállítóba, a velocipédekkel együtt, és hát mindenkinek igazából a rendelkezésre áll akkor a kerékpárja a rendezvényen, amelyik a éppen érkezünk. Ezzel ugye megoldódott az a kérdés, hogy visszük el a kerékpárokat, és kérdésedre visszatérve, ez tulajdonképpen egy kikapcsolódás, egy sportolási lehetőség és egy jó baráti összejövetel, ami elég sokszor van most már egy-egy évben. És egy hobbi. És hobbi. Próbálom felidézni magamban az öltözetet. Ugye a csokornyakkendő az alap a velocipédeknél, a későbbieknél pedig, mintha lehet, hogy rosszul emlékszem, de térnadrág, térzoknival, hogy a lánchajtás ne csípje be a nadrágot. Micsesz vagy... nadrág, káró mintázokni, Hosentroger, csokornyakkendő, egyenpoló, és ugye a velocipédeken cilinder, kemény kalap, különféle kesztyűk, régi kesztyűk megoldásai a hölgyeknél. Hölgyeknél esetlegesen egy mellényke, egy régi kalapos feeling, hogyha esetleg olyan a történet. Tehát ezek egy szemüveg például, egy régi szemüveg. Tehát már a ruha sem egy utolsó látvány. Nem, és ahogy beszéltünk róla, hogy el kellett mélyedni a kerékpár történelembe, ugyanúgy ennek része az öltözet, és bújtuk az internetet, hogy akkor milyen ruhákba jártak, és melyik kerékpárhoz mi illik, tehát mit viseltek akkor más, ugye a velocipéd, más az említett 50-es évekből való Bécs Ferenc versenykerékpár, és más egy Csepel Tihany, ami egy hétvégi könnyed kikapcsolódásnak a hangulatát. De úgy összehozni az egészet, hogy a kokszos feeling, tehát maga a polós és a az igazából meglegyen. Igen. Így például a futógépünkön, ami ugye 1817-es futógép, replika szintén. Na most az nem az a futógép, ami ma a futópad. Nem, hanem ez a két kerek, az első kerékpár, amitől beszélünk igazából,
egy nyomvonalon első kerék kormányozható fából van, és lábbal kellett hajtani. Sokkal inkább, mint a kisgyerekeknek a futóbiciklije, nagyobb és fából. Így van, és ugye ez is egy olyan ruhát kellett kitalálnunk, mert ezt egy erdész, egy német erdész találta föl, ez a Karls Drézit tulajdonképpen, Sauberbomb báró igazából, és egy olyan ruhát kellett hozzá kitalálnunk, ami abban az időben, abból a korból autentikus ebben a történetben. Ugyanilyen gondunk lesz majd a februárban lévő jövőképben, amiről majd beszélni fogunk, újdonságunkhoz is egy különlegesség, egy különleges ruhát kell majd kitalálnunk. Na de arról majd holnap egyelőre még maradjunk így az előző 6 esztendőnél, a ruháknál, a szerepléseknél. Arról ugye már beszéltünk, hogy mi mindent ad nektek, maga a tagság, mi minden adnak ezek a hétvégék, mi mindent adnak a ruhák. Sosem érzitek, hogy vesz is el? Azért ez időt tőletek, vagy nem fáradtok bele? Mert nagyon képben vagytok a kerékpárok történetét illetően, nagyon jól gyártattok, vagy felújítattok, ruháztattok, jöttök, mentek, csak ad. Többnyire azt gondolom, hogy ez inkább ad, tehát óriási feltöltődés. Már maga a szervezés része, az előkészület része. Gondolom, amikor valaki saját maga szedi össze a ruháit, és megjelenik első alkalommal benn egy régi versenykerékpárral, és megtapsolják Szlovéniába, tehát azért az feltölti az embert, és akár terhesnek is tűnhet, hogy ennyi hétvégét beáldoz az ember, de utólag visszagondolva, Mindig pozitív élmény. Meg minden rendezvény más az aurája, tehát mindegyik másról szól. Születi fesztiváltól kezdve, tehát mindegyiknek más a körítése és más a üzenete, és tényleg az annak az embernek jó, aki szeret adni, és nyilvánvaló az adásból kifolyólag fog kapni is örömöt. Tehát amikor felszállak egy pici gyereket, feltesznek egy ilyen gépre, és ott mosolyog, és nyomja a dudát, és ott láttad az arcán, kérlek szépen, hogy ez neki mekkora egy élményt jelent, és adsz örömöt, ez vissza is fogod tőle kapni. És ezek a fajta örömadás, örömkapás sok motiválnak bennünket, és hétről hétre mozgatnak bennünket arra, hogy elmenjünk mindenfajta rendezvényre, és ahol hívnak bennünket, részt tudjunk venni. Ez egy óriási, óriási élmény. Egészen más kintről nézőként ezt átélni, és egészen más egy csapatba, egy beöltözött ruhánba, egy feelingen belül ezt átélni, és ezt átadni és kapni. És ugye beszéltünk bizonyos mérföldkövekről, amik meghatározták a Cox jövőjét. Az egyik ilyen volt, ugye nem vagyunk egy szomorú társaság, és szerettük volna, hogy ez kifelé is látszon. Megcsináltuk a Cox Fun Bikes Park, a vidám kerékpárokat, amivel rendezvényeken meg tudunk jelenni, mondjuk van benne egy kis rugózás, tehát egy hatalmas rugó bele van építve a vázba, tehát nem lehet vele normálisan menni, vagy balra fordítod a kormányt és jobbra megy, vagy éppen egy koreai eredetű ilyen mini velocipéd napjaink gyártásában, ezeket mind-mind ki lehet próbálni, akár az egyenes úton, akár bólyák között, és mini versenyeket lehet rendezni, úgyhogy ezzel is próbáltuk színesíteni a megjelenésünket. Mennyire váltatok két lábon járó kerékpár történelmi lexikonnál? Tibor, valószínűleg igen, mert azért elég sok mindent mondott már el itt eddig is nekünk a velocipédtől az egyéb kerékpárok történetéig. Tibor mindenképp, tehát két lábon járó lexikonnak hívhatjuk, akinek átfogó rálátása van a kezdetektől ilyen napjainkig. A többiek pedig azt mondhatom talán, hogy egy rész témakörbe merültek el, amilyen kerékpárjuk nekik van, azt próbáltak utána nézni, de összességében egy általános képe mindenkinek van. Ehhez annyit tegyek hozzá, hogy eszembe jut egy történet, hogy nagyon jó barátságot tápolunk több kerékpáros csapattal, nem csak oldtimeresekkel, hanem másokkal is. Ugye a Sárvári Kerékpár Egyletnek az elnökével, Vazsák Zsoltal is, és
többször voltunk már Sárváron olyan kerékpáros rendezvényen, amihez minket is tulajdonképpen hívtak, és az volt eszembe, hogy amikor először tulajdonképpen egy ilyen kerékpár múzeumot, emlékszel, a múzeumoknak az emeletén lepleztek le és avattak fel, és hívtak bennünket ehhez a történethez, és mondom a Kornélnek, kérnek tőlünk egy 35-40 perces kerékpár történeti bemutatást, hogy mégis tulajdonképpen miből mi alakult ki, és összedugtuk a fejünket, hogy tényleg érdekes legyen, hogyan állítsuk össze, mi legyen, stb. És megérkeztünk igazából Sárvárra, a múzeumba, és az első szintén az aulába, ahol megmondom őszintén, a székhez hozzá sem mertem nyúlni, mert szerintem legalább 100 éves volt. Elkezdték pakogatni a székeket, elkezdték pakogatni a bútorokat, tolták el, itt fogtok lenni, széttettek ott mindent, olyan környezetben, hogy az ember fölnézett, hogy mennyezetre mindenki volt festve, gyönyörű volt, Atya Úristen, Kornél projektot felállította, és jött a nép, és akkor full teltház volt, legalább volt 60-70 ember, és mi ott a kerékpár történelemből Kornél által összeállított forgatókönyv szerint, kis érdekes videókkal, stb. Bemutattuk, hogy miből mi lett. Ki voltak téve a kerékpárjaink, megmutattuk, hogy mi volt, és óriási élmény volt az a kerékpár történeti előadás is. Ami ma azóta már párszor már Körmenden is, Székesfehérváron is legutóbb. Kimondottan úgy hívtak minket, hogy jó, vigyünk kerékpárokat, egy-két érdekességet, egy kerékpár történeti előadásra kértek föl. Ott mik a mérföldkövek, ugye említetted, hogy van nektek is ilyen fotógépetek, onnan jött ha jól emlékszem és jól figyeltem, a velocipéd a pedál feltalálásával, aztán utána helyek közel a két egyforma kerékméretű, meg a lánc, meg a fék, és akkor a tömörgumi, utána a felfújható gumi, aztán a sebességváltó, most meg már a villanymotor is, akkor ezzel össze is foglaltuk, vagy mi az, ami tényleg igazán fontos mérföldkő volt a kerékpár történet? A kerékpár szállítónkon is van tulajdonképpen egy ilyen kerékpár történeti áttekintő, úgy van logoztatva az autónk, hogy érdekes legyen. Tehát, hogyha igazából le akarjuk egyszerűsíteni, és nem akarunk belemenni mélységébe, akkor az első igazából a futógép, és ezt hívják kerékpárnak, a fából készült, lábbal hajtott, első kereket kormányozható futógép, ez a kerékpár. Utána, ez 1817-et írunk, utána volt egy próbálkozás 1839-ben egy skót patkolókovácsnak a taposógépe, ami öntvényből készült kerékpárt lett kell elképzelni, és a hátsó kerekét egy rúd segítségével taposták elől, és így tudták mozgatni. Alig tudott haladni, tehát pár kilométerrel a sebességet tudott haladni. Utána jött ugye ez a Pierre Michaud, akit említettünk, ez a francia, aki a pedált találta fel. Tehát a pedál feltalálása a lényeg, ugye Párizsi világkiállítás 1860-as évek. Utána jött a láncnak a feltalálása. Ez már egy angol találmány. A láncot tulajdonképpen velocipéd kerekek közé helyezték el, és először tricikliket gyártottak belőle. Azért volt érdekes ez, mert ez egy tricikli korszakot váltott ki abba az időbe. Közel 100 félét gyártottak, vagy 120 félét gyártottak, 20 nem tudom hány gyártó jó voltából. Ez azért volt érdekes akkor a velocipédek mellett, mert a bicikli ugye három kerékről beszélünk. Ez olyan volt, hogy egy nagy kerék egyik oldalon, kettő kicsi a másik oldalon. Két nagy kerék között elől egy támaszkodó kis kerék, és ezt lehet fokozni. Még egy kis kerék, tandem, egymás mellett, egymás mögött. Az arisztokrácia a lánchajtás feltalálásával a hölgyek is fel tudtak szállni a biciklikre, ugye egymás mellett ült a férjével, tehát a lánchajtás volt, és ennek a lánchajtásnak a feltalálása hoz kellett 15 év, amíg ezt a lánchajtást igazából feltalálták, vagy betették két kerék közé. És ezt hívjuk biztonsági kerékpárnak, és igazából ezt az első biztonsági kerékpárt egy Harry William Lawson nevű úriember, egy angol feltaláló találta fel, és 1879-et írunk akkor.
Na, ne felejtsd el, mert lejárt a mai adásidőnk. 1879-től folytatjuk tovább holnap. Köszönöm szépen Dene Tibornak és Németh Kornélnak, hogy a héten a rendelkezésünkre áll. Önöknek köszönöm a figyelmet, és várom holnap is önöket a képernyő elé. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.